Üdvözlöm a Gyergyó TV nézőit! Lássuk röviden, miről számol ma be önöknek a napszemle. Még dolgoznak a víz- és csatornahálózat bővítésén, tavasszal kerülhet sor a rendszer átadására. Több turista ösvény van a megyében, mint valaha. Jó évet zár a hegyi és barlangi mentőközszolgálat. Már hagyományos módon idén is megtartották a karácsonyi ünnepséget a Napsugár az esőben alapítvány napközijében. Jól szerepeltek a progimboxolói az elmúlt időszakban szervezett versenyeken. Jól halad a víz- és szennyvízhálózat cseréje és bővítése Gyergyó-Szentmiklóson. Az évekkel ezelőtt elkezdett munka idén felgyorsult, jövő tavasszal átadásra kerülhet a rendszer, és a felásott útszakaszokat is rendbe teszik. Mint arról már többször beszámoltunk, az Országos Beruházási Ügynökség támogatásával zajlik a víz- és csatornahálózat felújítása, bővítése. A kivitelező jelenleg is dolgozik, a beruházás több mint 90%-ban elkészült. Azonban még van munka bőven. Bár korábban azt remélte a városvezetés, hogy év végéig befejezik a munkát, most úgy tűnik, tavasszal kerülhet sor az átvételre. A városi víz- és szennyvízcsatornahálózat felújítása az lassan a végéhez közeledik, és itt nem csak a határidőre gondolok, hanem az effektív kivitelezési munkálatok végére, hiszen most már lassan a hálózatképítése 90%-ban megtörtént, és a nagyobb volumenű munkálatok már a szennyvíztisztító állomás, illetve az új vízház megépítésén folynak. Az idő most már lassan nem teszi lehetővé további munkálatok végzését, éppen ezért a kivitelezővel abban állapodtunk meg, hogy december 20-áig még olyan munkálatokat fognak végezni a város területén, amely helyreállítást céloznak meg, és a tél idejére természetszerűleg akkor leáll, szünetelni fog a kivitelezés, majd a jövő év első felében tervezzük a rendszernek az átvételét, természetszerűleg ez nem tőlünk függ, hanem a kivitelezés minőségétől és gyorsaságától, de úgy ítélem meg, hogy a rendszer átadása az úgy május-június folyamán fog tudni megtörténni, amennyiben a kivitelező meg lesz azokkal az ütemezett munkálatokkal, amelyeket még hátra vannak elvégzésre. Több útszakaszon a felásást követően a helyreállítás még nem történt meg, ezzel azonban várnak is tavaszig. Helyreállításokat illetően sajnos maradtak még olyan utcaszakaszok, ahol az aszfaltozás elmaradt. Tudatában vagyunk neki, és ezúttal is elnézést kérünk a lakóktól, de mivel hogy a kivitelező megkésett az ilyen típusú munkálatokkal, most már nem javasolt az aszfaltozási munkálatoknak az elkezdése és kivitelezése, hiszen a normatívák azt írják elő, hogy a napi átlag hőmérséklet plusz 5 Celsius fok kell legyen, ez a minimális átlag hőmérséklet, ez alatt már nem lehet minőségi munkát végezni. Lásd a tavaly végzett aszfaltozás is, amely már december hónap elején történt, az a tavaszt már nem érte meg, és éppen ezért úgy döntöttünk, hogy inkább, hogy olyan aszfaltot kivitelezzünk, amely nem fog tartani, inkább akkor két-három heti rendszerességgel kitöltik azokat az átvágásokat, amelyek sok bosszúságot okoznak a lakóknak. Éppen ezért ezúton is arra kérem a lakókat, hogy hivatalunkhoz jelezik folyamatosan az olyan kellemetlenséget, amely abból adódik, hogy az átvágások megsüllyedtek és járatatlan a forgalom számára. Azáltal jelzik felénk, ezt mi tudjuk továbbítani a kivitelező cég felé, akinek kizárólagos felelősség ennek a helyreállítása is, reményeink szerint hamar el fog járni a helyreállítást illetően. A víz- és csatornahálózat korszerűsítése az egész várost érintő nagyon fontos beruházás, melynek köszönhetően 2700 háztartás csatlakozhat az új vízvezetékre, és 640 család a szennyvízhálózatra. A munkálatokat 2012 tavaszán kezdték el. Újabb döntés született tegnap Mezei János ügyében. A Hargita megyei törvényszék ismét megengedné, hogy visszatérjen polgármesteri teendőihez. A döntés azonban nem jogerős. A törvényszék helyt adott a polgármesteri tisztségének gyakorlására vonatkozó kérelemnek, ugyanakkor feloldották azt a tiltást, hogy nem létesíthet kapcsolatot az ügyben vádlottként vagy tanúként megidézett személyekkel. A döntés ezúttal is fellebbezhető. Komolyabb ellenállás nélkül szavazták meg a parlament összevont plenáris ülésén a 2016-os állami és társadalombiztosítási költségvetés törvényét. A kormány tervezetét minden nagyobb parlamenti párt támogatta.
A szokatlanul széleskörű támogatást élvező dokumentumot 309 hónapja szavazta meg, ellene mindössze 13 voksot számláltak. A pozitív szavazatok dacára azonban szinte minden politikai formáció bírálatokat is megfogalmazott, például azt kifogásolták, hogy a számokban nem jelennek meg kellő mértékben a beruházások. A bírálatokra Dacian Csolos miniszterelnök válaszolt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a költségvetés néhány hét alatt készült el a kormány beiktatása után, és tiszteletben tartott egy sor döntést, amelyeket ez a parlament legitim módon meghozott, és amelyek ebben a költségvetésben tükröződnek. Másképpen biztosan másként nézett volna ki a költségvetés, és bízom abban, hogy alkalmunk nyílik egy olyan 2017-es költségvetés előkészítésére, amely a mostani kormány elképzelését tükrözi arról, ahogy Románia kilátásait és fejlesztését elképzeli. A költségvetést az RMDSZ is megszavazta, bár hasonlóan a többi parlamenti párthoz voltak bíráló észrevételei. Külön figyelmeztettek arra, hogy elégtelen az észak-erdélyi autópályára szánt összeg. Van egy jelentős összeg előhiányozva az észak-erdélyi autópályának, azonban úgy gondoljuk, hogy ez nem elég. Lehetett volna ez sokkal több. Abban is, annak is tudatában vagyunk, hogy nem elég előirányozni a pénzeket, azokat el is kell költeni. Nagy mértékben függ azoktól a cégektől, akik megkötték a kiviteli szerződéseket, hogy az év végén, 2016-os év végén hány kilométer autópálya épül meg. Minden hiányosság a dacára azonban a költségvetés megszavazható volt, értékelte Erdei Dolocki István, a Képviselőház pénzügyi bizottságának RMDSZ-es tagja, aki úgy fogalmazott, biztosítja az állami intézmények zavartalan működését, kiszámítható, tartalmazza a fizetésemeléseket és az adócsökkentéseket, ezzel megteremtve a költségvetési stabilitást. Január 1-től 3,5%-kal csökken a villamos energia ára a háztartási fogyasztóknak, közölte szerdán az energiaárszabályozó hatóság elnöke. A villamos energia árának csökkenése annak következtében vált lehetségessé, hogy a szállítási ára átlagosan 12%-kal csökkent. Korábban 5%-os árcsökkenésről is szó volt, de azért döntöttek a csak 3,5%-os mérséklés mellett, mert a lakossági számlákat terhelő úgynevezett zöld tanúsítványok ára nő. Családias hangulatban értékelte ki az elmúlt év megvalósításait Hargita megye tanácsa hegyi és barlangi mentőközszolgálata. Az ünnepségen bemutatták a Súgóbarlang felső száraz járata feltárásának 50. jubileuma alkalmából készült fotókiállítást. Ugyanakkor a megyei tanács önzetlenség díjával értékelték Szaniszló Csaba, a közszolgálat búvár szakosztálya vezetőinek kiemelkedő tevékenységét. Borbóly Csaba megyeelnök elmondta, 7 éve dolgozik a hegyi mentőkkel, ennyi idő alatt sok mindent megvalósítottak, sikerült jelentősen fejleszteni a közszolgálatot, ugyanakkor bővítették a települések körét, akik partnerek ebben a munkában. A hegyi mentők tevékenységét fenntartani, bővíteni kell, hogy biztonsági hegyi turizmust kínálhasson a megye. A vendéglátás számára is kiemelten kívánjuk kezelni a turisták, az ide látogatók számára azt a feladatot, hogy védjük meg őket. Aki eljön Hargita megyében, azt kell tudni minden kedves tévénéző esetében, hogy biztonságban van. Több mint 500 hegyi mentőnk végzi a munkáját, többség önkéntesen, és tudjuk, hogy általában az önkéntes munka sokkal többet ér, mint ha valaki csak kényszerből, akár 8 órában ezt kell végezni. Úgyhogy ilyen tekintetben a hegyi mentőinkre számítunk, úgyis, mint a térségünk turistáinak a biztonságát garantáló intézményrendszerre, hálóra, és hát szeretnénk ezt tovább bővíteni, hisz hegyeink csodálatosak, még a bakkancsos turizmusnak, még a különböző típusú szabadidős tevékenységnek a hegyeinkben helye van, ehhez pedig fejlesztésekre van szükség, ehhez pedig arra van szükség, hogy a hegyi mentőink tudják végezni a munkájukat, segítsük mindannyian őket. Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke kiemelte, hogy nagyra értékeli a közszolgálat tevékenységét egy biztonságos és eladható turizmus megteremtésében. Az alelnök az elkezdett tevékenységek folytatására biztatott, további turistaösvények kijelölését, kerékpárutak kiépítését, kiadványok szerkesztését említette a további elvégzendő feladatok között. Fekete Őrs, a közszolgálat vezetője beszámolója szerint idén is eredményes évet zártak. Azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres évet zártunk.
költségvetésünk is azt mutatta, hogy ez az év volt talán, amióta én a közszolgálatnál vagyok, amely kiemelkedően finanszírozva volt a közszolgálatunk, és olyan projekteket sikerült megvalósítanunk, amelyek előre mozdították a közszolgálatunkat, sőt, mi több olyan projekteket is sikerült megvalósítanunk, amelyekre nem is gondoltunk, amelyekre nem számítottunk, hogy 2015-ös évben ezt meg tudjuk valósítani. Ilyen például az új bázisaink építésének a kezdeti lépései, ugyanis az elkövetkezendő években ugye uniós forrásokból szeretnénk két új bázist építeni, amelyeknek a megvalósítási tanulmányait előkészítettük, a bázisaink, meglévő bázisaink fejlesztését tovább gondoltuk, valamint új turistaösvényeket, biciklutakat terveztünk építeni az elkövetkezendő években. Ugyanakkor, ami nagyon fontos, nagyon sokat haladtunk programjainkkal, biztonságos hegyi turizmus programunk keretén belül sikerült új hegyi menedékeket építenünk. Sajnos ugye a nyáron leégett a két Hargita között lévő hegyi menedékünk, azt is sikerült közös erőből, önkéntesek által felajánlott adományokból újraépíteni, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan lépés, ami azt mutatja, hogy mennyire fontos a munkánk. Az ünnepségen Hargita megye tanácsa önzetlenség díját vehette át Szaniszló Csaba, a közszolgálat búvár szakosztályának vezetője. A díjat Borbély Csaba megye elnök, Baltiti Amir alelnök és Fekete Őrs a közszolgálat vezetője adta át. Az ünnepi eseményen éves tevékenységéért díjazták a Gyergyószentmiklósi Dancurás hegyi mentőcsapatot is. Az új adótörvénykönyv értelmében a cégek által az alkalmazottaknak adható ajándékjegyek jövőjében adómentességet élveznek. Emellett az alkalmazottaknak és gyermekeinek húsvétra és gyermeknapra adható ajándékok sem adókötelesek. Ez utóbbi esetben egyetlen feltétel, hogy az ajándékpénz egy alkalommal nem haladhatja meg a 150 lejt. Karácsonyi ünnepséget tartottak a Napsugár az esőben alapítvány napköziében. A fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok előadással kedveskedtek a szüleiknek, meghívottaiknak. Mint minden évben, idén is karácsonyi ünnepséget szerveztek a Napsugár az esőben alapítvány által működtetett napköziben. Akár az év többi jelentős eseményeit, ezt is nagyon várták a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok, hiszen az ilyen rendezvények visznek szint a hétköznapokba. Nagyon sokat készültek erre az alkalomra, hiszen ünnepi műsorral lepték meg a meghívottakat. Az egybegyűlteket az intézmény vezetője köszöntötte. Ismét eltelt egy év, ugye olyankor szoktunk találkozni ilyen nagyobb számban, amikor karácsonyi ünnepség van. Ez az év nagyon hamar eltelt, legalábbis számomra hamar eltelt. És hál' Istennek azt tudom mondani, hogy nagyon sok jóval is, és szép emlékkel fogom zárni a 2015-ös évet. Van nagyon sok új gyerekünk, akiket ezúttal ismét szeretnék köszönteni itt a köreinkben. És nem fogom húzni a szót, mert elég sok produkció van ma estére. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel, és én szeretnék kívánni mindenkinek egy nagyon szép boldog karácsony szeretetben. És amit mindig szoktam mondani a gyerekeitek felé, tudom, hogy sokszor nem nehéz, de mindig türelemmel és szeretettel fotójátok. Olyan szeretettel, ahogy ők a mindennapjaiban szoktak irányunkba fordulni. Úgyhogy boldog karácsonyt kívánok! A köszöntő után következett az előadás, mely táncot, éneket, szavalatot is magába foglalt. Az összejövetel igazi ünnepi hangulatban telt, karácsonyi énekeket is előadott a kis közösség. Az ünnepséget buli zárta. A jelenlévők a napközi életének fontosabb eseményeiről láthattak fényképeket, valamint lehetőség nyílt beszélgetésre a karácsonyra való készülődés jegyében. December 22-én kedden 18 órától évzáró előadásként kerül bemutatásra a Figura nagytermében a nagyváradi Szigligeti Színház Buborékok című vígjátéka. Csiki Gergely vígjátéka valódi önzéstörténet, amely bizonyítja, a csillogás pénz nélkül elhalványul, a szeretet belátás nélkül csak ártani tud.
Jegyek ára 15 lej diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 10 és 16 óra között a Figura jegyirodájában, vagy előadás előtt a helyszínen. Első alkalommal szerveznek jövőre gyerekfesztivált a vásárhelyi forgatag szervezői. A háromnapos tábor célja, hogy a családok minőségi időt tölthessenek együtt és egymással. A vásárhelyi forgatag családi programjainak sikerén felbuzdulva a szervezők úgy döntöttek, a székelyföldi székölykök mintájára szerveznek egy külön fesztivált gyerekek számára. A háromnapos tábor alatt sátorozása is lesz lehetőség, de panzióban is meg lehet majd szállni. A családok közösen együtt töltetik az egész napot. A gyerekeknek egy külön élményt nyújt a sátorozás lehetősége, és interaktív fejlesztő játékokat próbálhatnak a gyerekek. Ugyanakkor a szülőknek is készítünk szülőmegőrzőt, előadásokat gyerek témában, egészség témában. A július 8-a és 10-e között megszervezett fesztivált a nyárátszentlászlói pásztortűzpanzió területén tartják. A helyszín kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy egy természetközeli helyet választunk, ahol biztonságos, gyerekbarát fesztivált tudunk szervezni. Nem véletlen volt a nyáradmente az embereknek a hozzáállása, a barátságossága miatt. A fesztiválra szimbolikus belépő lesz, mely felnőttek számára 20, gyerekek számára 2 lejbe kerül majd. A táborra előzetesen kell majd regisztrálni, várhatóan áprilistól. Friss a csárdás, szép a nóta, gyere el a Vigadóba mottóval nótás táncos es lesz december 19-én szombaton 16 órától a Szilágyi vendéglőben. Érdeklődni, jelentkezni a szervező Olá Arankánál, illetve a 0740 676 308-as és a 0752 385 019-es telefonszámokon lehet. Jól szerepeltek a Progim ökölvívói az elmúlt időszakban szervezett versenyeken. Kupákat, érmeket hoztak Gyergyószent Miklósra. Egész évi teljesítményükért külön ajándékot is kaptak. Több versenyen is részt vettek a Progim kis ökölvívói az elmúlt időszakban. Mindenhol jó szerepeltek, érmeket, kupákat gyűjtöttek be. Oda voltunk Zilajon, a meszes kupán, a hagyományos meszes kupán, amit minden év decemberben szoktak megtartani, és 3 gyerekkel vettem részt. Nagyon, de nagyon jó eredménnyel jöttem haza. Már itten az Zilai versenyről. Sajnos itten Gábor Levente nem bunyózott, hogy így fejezett ki magyarosan magamat. Nem volt ellenfele. A másik kettő bunyózott, mármint verekedtek, öklöztek. Mind a ketten, ugye a Fodor Jánoska és úgy Gábor Szilárka, meg vagyok velük nagyon, de nagyon elégedve. A Fodor Jánoska két hunyadival boxolt egyik nap és másik nap is. Ugyanakkor Gábor Szilárka egy bottosánival bunyózott, és nagyon szép eredményeket értünk el, ami azt illeti, sajnáltam Gábor Leventének nem volt ellenfele, de ellenben innen aztán indultunk tovább Szalontára, a hagyományos karácsonyi kupára. Itten már fárasztó volt, őszintén megmondva, felmettünk Nagybányára, Nagybánya Szalonta, úgyhogy hajnalban érkeztünk meg Szalontára. Az edző várt minket, elvitt a szállásra, ellenben a gyerekek első nap nagyon fáradtak voltak, annak ellenére itt még jobb eredményt csináltunk, mint Nagybányán. Nagyon örvendek mind a 3 gyermeknek, hogy mondjam, itten már többrőben voltunk, mármint 10-12 csapattal jobban mondva. Botosától, Gyulafehérvártól, Marosvásárhelytől is itt sorolhatnám tovább is. Ugyanakkor itten kiemelem Gábor Leventét, hogy egy nemzetközi meccset csinált nekem, amivel én saját magam vártam. Magyarországról, Nyíregyházáról voltak, és a körösi elnevezésű csapattal. Hát mit mondjam, egy olyan 150 személy, kérem szépen, nagy tapsal jutalmazták meg, a végeredmény döntetlen lett. Hát ez nagy meglepetés volt számomra, hogy nem kapott ki.
Ugyanakkor kiemelem itt Fodor Jánoskát is, aki első lett. Ugyanakkor kiemelem Szilárdot is, hogy így mondjam, Gábor Szilárkát is. Mind a hárman nagy tehetségesek lesznek, hogyha így folytassuk a jövőre is. Keményen készülnek versenyek előtt a gyerekek, meg is van az eredménye. Nem megterhelő számukra felkészülés, hiszen szeretik, szívesen művelik ezt a sportágat. Jó, és meg tudom védeni magamat, ha valami baj van. És kemény, gyors sport. Valami baj van, meg tudom védeni magam most. Még szeretem is. Ebben tudom fejleszteni is magam, hogy akkor nem unatkozok otthon, és van, amit csináljak, és barátokat is lehet szerezni ottan, és meccsre menni is jó. A kisökölvívókat megajándékozták egész évi teljesítményük elismeréseként támogatójuk jóvoltából. Jelenleg 7 gyerek jár edzésekre, a jégpályán tartják ezeket. Februárig pihenőt tartanak, azután pedig folytatják a munkát. Az edző elmondta, szívesen foglalkozna több gyerekkel is, de a szülők óckodnak ettől a sportágtól, ezért csak kevesen küldik edzeni a gyerekeket. Még egyszer röviden, mit láthattak ma. Még dolgoznak a víz- és csatornahálózat bővítésén, tavasszal kerülhet sor a rendszer átadására. Több turista ösvény van a megyében, mint valaha, jó évet zár a hegyi és barlangi mentőközszolgálat. Már hagyományos módon idén is megtartották a karácsonyi ünnepséget a Napsugár az esőben alapítvány napközijében. Jól szerepeltek a progimboxolói az elmúlt időszakban szervezett versenyeken. Köszönöm, hogy ma is a Napszemlét választották. Maradjanak velünk, következik a Hargita magazin. Viszontlátásra!